Tomori Zsuzsanna vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Sajtótájékoztató keretében bemutatták az FTC Rékalgó Hungária női kézilabda csapatának új játékosait. Mészáros Rea Vácról, Szikora Melinda Székesfehérvárról, míg a német Laura Steinbach Leverkusenből érkezett. Elek Gábor vezetőedző elégedett az erősítésekkel. Szikora Melinda évek óta kimagasú teljesítmény nyújt a Fehérvárban, Mészáros Rea feltétlenül a jövő embere, de már a jelenné is, illetve Vácon már évek óta nagyon komolyan számolnak elsőbb a védekezésére, de most az utóbbi a támadó játékával is, valamint a Laura Steinbach a német válogatott véleményem szerint legjobb embere, tehát azért én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is jegyzett játékos tudtunk magunkhoz csábítani, és nagyon pozitívan állt a megkeresésünkhöz, tehát feltétlenül az ő érkezése is. Szikora Melinda a Siófokra távozó kapus Pastrovics Melinda helyére érkezett. Számára a Fradi nagy előrelépés mind szakmai, mind a karrierje szempontjából, de ki tudja szorítani a kapuból Elena Abramovicsot. Teljesen más stílust képviselünk, úgy gondolom, hogy amennyire én ismerem őt, emberileg is teljesen mások vagyunk. Ő nyugodt kapus, úgy, mint ahogy a mostani kapustársam a Zimmerby is egy nyugodtabb kapus. Én úgy gondolom, hogy ő is egy olyasmi kapus. Én igazából egy vehemens, egy forróvérű kapus vagyok, úgyhogy szerintem nagyon jól ki fogjuk egymást egészíteni, illetve remélem, hogy jobb leszünk. A vezetőedző szerint a bajnokságban a minimális célt elérték, a realitások azt mutatják, hogy most jelenleg ennyivel jobb a Győri Audietó. A Magyar Kupában a döntőbe kerülés kötelező. Pastrovics Melinda túl van egy ilyen rutinnak tekinthető térműtéten, ahol sajnos találtak olyan dolgot is, ami nem teszi alkalmassá arra, hogy ő május végén kapubálhasson, de feltétlenül az egészsége volt az első számú, és ahhoz, hogy az új életét elkezdhesse Siófokon, ahhoz ezt meg kellett tenni. Én azt gondolom, hogy döntőbe jutás elvárás a csapattal szemben, onnantól sajnos utálom ezt mondani, de vérmesebb reményeink most nem lehetnek. A Magyar Kupa 4-es döntőjét május 24-én és 25-én rendezik a Veszprém Arénában.